Köszöntöm nézőinket! Önök Telen a magazinunkat látják. Én Eperjesi Tímea vagyok, mutatom, mivel készültünk. 3,1 milliárd forint. Parkolók épülhetnek, játszóterek újulhatnak meg. Mözsi szépkorúak. Nagyszabású farsangi műsorral készültek. Apa és fia. Kalotás Zsolt és Kalotás Csaba voltak a Tolnai és Mözsi Arcok rendezvény legutóbbi vendégei. Alsósok farsangi mulatsága. Új helyszínen. Egyhangulag fogadták az idei év költségvetési rendeletét a tolnai képviselők. A város működése biztonságban, és még fejlesztésekre is van forrás. 3,1 milliárd forintból gazdálkodhat Tolna városa az idei évben, amelybe belekalkuláltak még csaknem 800 millió forintnyi tartalékot is. Költségvetésünkben 800 millió forintot megközelítő tartalék van, egész pontosan 780 millió forinttal terveztünk, több mint 300 millió forint a működési kiadások fedezetéül szolgáló tartalékok, illetve 470 millió forint ugye a fejlesztési tartalékunk. Biztos mondhatom, hogy gyakorlatilag ezekkel a tartalékokkal egy biztonságos működés alapjai megvannak a városunk életében. Bízom benne, hogy nem lesz szükség hitelfelvételre. Egyébként biztonság kedvéért mindig van egy folyószámla hitelkerete az önkormányzatunknak. Erről idén januárban is döntöttünk, de nem használjuk. Évek óta, hál' Istennek, szerencsére nem kell hitelkerethez hozzányúlni, sőt, tavaly évben is jelentős betétjei voltak az önkormányzatnak, igyekszünk hónapról hónapra a nem használt likvid pénzeszközöket lekötni. Az ez évi költségvetés azért is különleges, mert olyan megnövelt keretösszegek állnak rendelkezésre a sportegyesületek és civil szervezetek számára, amelyek korábban nem voltak kigazdálkodhatóak. Az elmúlt egy évtizedben talán az első olyan év, amikor meg tudtuk adni költségvetésünk lehetőséget nyújt arra, hogy valamennyi sportegyesület a támogatási kérelmében megfogalmazott és alátámasztott összeget fogja kapni. Tehát mindenki megkapja mind a sporttámogatásra, illetve két egyesület, a Kajakkenu Egyesület, illetve a Városi Labdarúgó Klub üzemeltet létesítményeket, az ahhoz kért üzemeltetési támogatást is. Ez azt jelenti forintosítva, hogy az előző évekhez képest mindegy 50%-kal több támogatást biztosítunk a sportegyesületeknek, ez a 20 millió forintot meghaladja. Itt azért kiegészíteném azt is, hogy a közművelődési keretösszegünket is, tehát a civil szervezeteknek a keretösszegét, amire majd ezután pályázhatnak, megemeltük, azt 25%-kal, azt viszont tavaly is emeltük 25%-kal, tehát ugye az elmúlt két évben ott is volt egy 50%-os keretösszegemelés. Az alpolgármester elmondta, a városnak kiemelten fontos a sportélet támogatása, 7 egyesület 9 sportágban végzi el feladatait, így pedig közel 400 fiatal sportolhat rendszeresen. A Mezsi Lovas Egyesület is kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz programjainak a támogatása tekintetében. Egyhangulag szavazta meg a képviselőtestület ezt is, hogy a lovas napra, a családi napra és az országos fogadhajtó bajnokság megrendezésére 1 millió 350 ezer forintot biztosítunk, illetve további 350 ezer forintot a lovaspálya világításának korszerűsítésére. Ez egyébként az önkormányzat tulajdona, a lovaspálya, a lovas egyesület ugye üzemelteti azt, ő is saját forrást még ehhez hozzátesz egyébként a fejlesztéshez. Ami nagyon fontos, a három esemény közül említettem az országos bajnokságot, ami októberben kerül megrendezésre Tolna-Mözsön. Ez egy elég nagy jelentőségi, hiszen a szabályzat szerint, az Országos Szövetség szabályzata szerint egy vármegye 10 évente rendezhet ilyen eseményt, úgyhogy ez nagy megtiszteltetés, hogy az idei évben településünkön láthatjuk majd vendégül az egyes és kettes fogadhajtók bajnokságát, országos bajnokságának döntőjét. Az ülésen döntést hoztak az új utak építéséről, mint például a Deák Ferenc utcában, a Vásártér környékén, ahol évek óta igénylik az ott élők a garázsok jobb megközelíthetőségét. Továbbá döntöttünk arról is, hogy a textilház előtt van egy zúzott köves út, de szükség lenne parkolóra, illetve ennek az útnak a felújítására, hogy a műszaki osztály dolgozza ki ennek a paramétereit. Továbbá, mint mindenhol az utóbbi időben, hogy a járműforgalom növekedik,
közlekedésével óriási probléma a parkolás, ezért újabb parkolóhelyek kialakításáról döntöttünk, illetve most konkrétan már arról, hogy a Festeti utcában a régi posta a Selyemgyár melletti területen, illetve Selyemgyár előtti területen tervezzük meg, illetve az Ötvös utcai általános iskola környékén, az iskola előtt, illetve oldalában is tervezzük meg a parkolók létesítését. Ezen a két helyen együttesen több mint 50 parkolóhelyet szeretnénk kialakítani. Több új fejlesztésről is döntöttek a játszóterekkel kapcsolatban. Egyetlen egyet sem szeretnének bezárni, sőt, ha igény adódik rá, bővíteni kívánják ezek számát. Új padokat és szemeteseket terveznek, illetve kerítéssel is védeni kívánják a tereket használókat. Illetve legyenek új játékok, ahol esetlegesen növelni kell, illetve hát azt láttuk az anyagból, hogy Mözsön a dobótéri játszótéren mindenféleképpen növelni kell a játékok számát, tehát ott úgy látjuk, hogy nincs elegendő játékeszköz a gyermekek részére, illetve az én vesző paripám, de nagyon szeretnénk, hogyha egyfajta árnyékolást tudnánk a játszótereinken. Ugyan lehet ez természetes, a növényzet adta árnyék, de az hosszú idő, mire mondjuk a fák megnőnek, de addig is akár napvitorlával szeretnénk ebbe az irányba menni, hiszen olyan intenzívek a kora délutáni, délutáni napsütések a nyár folyamán, hogy gyakorlatilag azt tapasztaltuk, hogy ebbe az időszakban nem is nagyon veszik emiatt igénybe a játszótereket. Berta Zoltán elmondta még, hogy közel 20 projektjük előkészülete zajlott le az elmúlt években, ezek beadásáról is határoztak. Február 1-én, 2-án kiíródtak ezek a úgynevezett top pluszos Európai Uniós pályázatok. Ezekre készültünk, ezekre készítettük a vázlatterveket, projektterveket. Mostani testületi ülésen újabb 10 projekttervet fogadtunk el, úgy mint a sportcsarnok sportszékház felújítását, a családsegítő központnak egy új épületbe való átköltöztetését, a piactér fejlesztését, a városközpont, a város főútja melletti buszmegállók, buszvároknak a fejlesztését, az iparterületi fejlesztést, hogy teljesség igénye nélkül soroljam ezeket. A projekttervek elfogadásával együtt ugye arról is döntöttünk, hogy a megnyílt pályázatra beadjuk a pályázatainkat. Egyébként azoknak a beadásnak a határideje március vége, tehát március végéig valamennyi, azaz az a 19 projektünk pályázati igényét, támogatási igényét be fogjuk nyújtani. A jövő tehát fényesnek látszik, a működés pedig biztosított tolnán. A Mözsi Nyugdíjas Klub március 1-én tartotta farsangi műsorát. A nagyszabású esten a fellépők színházi előadással, humorral, tánccal és zenével készültek, a taps nem maradt el. A Mözsi Művelődési Házban rendezték meg a hagyományos nagyszabású télőző mulatságot a helyi szépkorúak. 1977. január 10-én alakult, és azóta gyakorlatilag folyamatosan működik. Hát kivétel az a covidos időszak, ami egy kis éket tett közé. A klubnak, ez a bizonyos, úgy nevezzük mi, hogy művészi csoport, ez 35 éves múltra tekint vissza. Tehát nem egyből indult, mint a klub, hanem egy kicsit később indult el az egész, de ez is töretlenül minden évben megtörténik, tehát a játszás és akkor szórakoztatás. Csongrádi Imre elmesélte, hogy 6 éve vezeti ezt a klubot, és jelenleg 92 tagja van. Minden évben új műsorral készülnek szórakoztatni a közönséget. Most erősödünk, mert jöttek új tagok, akik hát úgy néz ki, hogy lelkesek, jól szépen tapsolnak, megünnepelnek bennünket. Hát ez kell, mert nekünk a művészeknek, a színjátszóknak ez mindig a taps, a legnagyobb fizetség, mert más nekünk nincs. Jaj, nekem úgy fájt a lábam reggel, mikor felkeltem, mert is se tudtam. Bezzeg, az iskolába el tudtál jönni? Ja, jönni tudok, csak menni. A szenior örömtáncosok tavaly 7 eseményen is felléptek. Én nyugdíjba jöttem, és szerettem volna valamilyen foglaltságot magamnak, ami
a házi munkán kívül valami egyéb is, és akkor rátaláltam erre a Szenyőr örömtáncra, ami amikor először kipróbáltam, akkor úgy magával is ragadott, mondjuk eszembe nem jutott, hogy oktató leszek, de akkor ott valaki megemlített, hogy mi lenne, ha én ezt tanítanám, és volt egy napom, hogy eldöntsem, hogy igen vagy nem, és úgy döntöttem, hogy igen, és hát ez egy nagyon jó döntés volt, ennek most már lassan 6 éve van, ez az első csoportom, aki itt működik Mözsön, azóta töretlenül ropjuk a táncot, és szép lassan bővül a csoportunk, most már vidékről is járnak, több helyről hozzánk. Minden héten csütörtökön 10 órakor találkozunk, ha van valami esemény, tavaly például 7 eseményen léptünk föl, ha fölkérnek bennünket, akkor általában elmegyünk, nekem vannak saját rendezvényeim, amin az összes csoportom, tehát 4 csoportom van, akkor minden csoport meg van hívva, most éppen a múlt héten nekünk is egy farsangunk volt, tehát és imádunk együtt lenni, nagyon sok nagyon jó közösségépítő, nagyon jó csapat alakult ki, segítjük egymást mindenben, és ha amikor ide eljövünk, akkor én úgy gondolom, hogy erre a másfél órára mindenki kikapcsol minden problémából, betegségből, mindenből, ami egyébként ugye az életben zavarja, vagy problémát okoz. Csapatuk folyamatosan bővül, már vidékről is járnak a táncpróbákra. Szia, Lombard! Értel jöttél? Nem, máma nem érted, jött. Nem szóltam már anyának egy szót sem. Hát legalábbis érti, hogy tartsunk össze. Én most a tanítom, hogy érjezzük. Hoztam ezt a szép virágot, hogy boldog születésnapot kívánjak. Köszönöm szépen. Fogad ezt, kérlek, szeretnék. Most rövid reklám következik. Maradjanak velünk! Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szedlesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. A Vasáru akkor Bajai és Fia Kft. Tolna. Finom, durva és horganyzott lemezek, zárt szelvények, idomacélok, köracélok, aratos és varrat nélküli csövek, bordás betonacélok, AD-hálók széles választékban. A megvásárolt szálanyagokat a helyszínen méretre vágjuk. Vegye meg nálunk a hegesztéshez szükséges húzalókat, elektródákat. Kínálunk még alumínium létrákat széles választékban. Ha anyagmozgatása gondja, vegye meg nálunk talicskáját. Ne feledje, ha Vasáru, akkor Baja és Fia vasútvar Tolnán, a Volt Patex területén. Telefon 74-es körzet 443-215. Folytatjuk is a Telena magazint. A Tolnai és Mözsi Arcok programsorozat legutóbbi vendégei Kalotás Csaba, filmzeneszerző, és Kalotás Zsolt, természetfotós voltak. Hogy nem a megszokott hangzások és hangok vonzottak, hanem igen, valami újdonság. Igen, és ezt egyébként nehéz megmagyarázni, ez nem egy felvett dolog, hogy én ezt kitaláltam magamnak, hogy engem nem a megszokott dolgok érdekelnek, legalábbis a szakmámon belül sem, hanem valamilyen, ez valamilyen velem született dolog. Ez nem is nagyon érdemes ezt kutatni egyébként, szinte nincs rá racionális magyarázat, mert született ízlés talán. Nem tudom, de hát ha úgy találtad volna ki, akkor se rossz, mert ennyi évtizedig működik, úgyhogy minden. Igen, csak azt szerintem más, hogy az ember adandó alapvetően valamiben. Az, hogy hisz, aztán erős szó, de valami így az alszpoetikája, mint ahhoz képest, hogy kitalálja magát. Persze, ez azért nem. Kalotás Csaba és Kalotás Zsolt voltak a Tolnai Kulturális Központ vendégei. A meghívottak az este folyamán beszámoltak életútjukról és munkásságukról.
Kalotás Csaba filmzeneszerzőként dolgozik, a Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumban érettségizett, első munkáját több, mint 20 évvel ezelőtt készítette a Pécsi Egyetemen. Művészeti karos diákoknak Pécsen csináltam zenéket a filmhez. Gyerekkorom óta zenélek, azóta ebből élek, és ez a hobbim is egyébként. Úgy is szokott lenni, hogy az elejétől a forgatókönyv készülésétől benne vagyok, de úgy is van, hogy kapok egy kész filmet, és akkor arra kell kitalálnom a zenéket. A film szokott inspirálni, és a rendezővel való kapcsolatom. Most már, hogy nagyon sok évet csinálom, most már a rutin is, tehát, hogy nem kell sokat kutakodnom a kreatív energiák után. A filmzeneszerző először élő hangszerekkel komponálja meg a műveket, majd ezeket számítógép segítségével tökéletesíti. A manuális részében történik meg a varázslat, akkor történik meg az az ötlete, az a része a zenének, ami sokat ér, meg ami sokat mond, és utána a számítógép arra van, hogy a technikailag összehozzuk a dolgokat. Hát nyilván régen ez szalagos magnóra történt, hála Istennek ez már sokkal egyszerűbb így. Most jelenleg dolgozom egy dán és amerikai koprodukción, mint zeneszerző. Ezen kívül két animációs nagyjáték filmnek a zenéjét szerzem, meg egy animációs sorozatot. Most magyar filmet nem csinálok egyébként, ez most egy ilyen időszak. Kalotás Zsolt a 90-es években kezdett el érdeklődni a fotózás iránt. 1989-ben megalapítottuk a Magyar Természetfotók Szövetségét, annak én lettem az elnöke. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási jelentőségű dolog volt. Különösen akkor, amikor 93-ban megalapítottuk az év természetfotósa pályázatot, ami mára Magyarország legnagyobb fotópályázatának számít. Én madárfotósnak indultam, mert annak idején én voltam a Madártan Intézetnek az igazgatója, 14 éven keresztül, de aztán, ahogy az ember öregszik, rájön arra, hogy a madarak mellett sok minden más is van, és a madarak sem tudnak megmaradni akkor, ha az élőhelyük felszámolódik. Úgyhogy gyakorlatilag attól kezdve az élőhelyektől a vegetáción keresztül, sőt, a faunán belül például főleg a gerinctelenfajok iránt volt nagy érdeklődésem, és most is azt csinálom. Most 7. éve foglalkozom éjszakai lepke fotózással, nem csak azért, hogy ezek meg legyenek örökítve, de persze ezért is, mert nagyon sokról egyáltalán nincsen még Magyarországon fotó, hanem azért is, hogy fölmérjem azokat az élőhelyeket, hogy hogy állunk ezekkel a fajokkal mostanában. És úgy gondolom, hogy ebben sokat segítek a természetvédelemnek is, a nemzeti parkoknak, akik ezeket az adatokat mindig megkapják, és a biotikai adattárukba elraktázzák. Ha valamire szükség lenne, akkor ezt elő tudják venni. A legutóbbi beszélgetés volt a negyedik, a nemrégében induló Tolnai és Mezsi Arcok rendezvény keretében. A Vosinszky Mór általános iskola alsó tagozat tanítványai farsangi báloztak. Az új helyszínt, a Tolnai lovardát megtöltötték a kalózok, apácák, hercegnők, focisták, lovagok, vámpírok, boszorkányok és tündérek. Akkor most mondom, hogy esetleg még egy lényeg fel a lábát! Mondom a lábát! Jó, megvan a lábatok? Meddig írjátok fölteni? Már itt tartani, nem tudjuk a magasba fölteni. Lehet, nem vállal már lépte a felelősséget, főleg ott a Jánosokat az elején. Papázik nektek! Na figyeljetek, mondom, hogy esetleg Március 1-én rendezték meg a Tolnai Kulturális Központban az alsósoknak a télűző mulatságot. Hagyományos jelleggel tartjuk meg minden farsangkor a telephelyünk, a feladatellátási helyünknek a farsangibáját, amit az ott tanuló 219 kis nebuló nagyon vár. Szerencsére most a betegségek is elkerültek bennünket, már levonult, úgyhogy úgy nézem, hogy nagyon szép számmal jelentek meg az osztályaink, és rettentő sok köszönetet szeretnék tolmácsolni a szülők részére, mert nélkülük ez nem jöhetett volna létre. A legtöbb diák jelmezéhez az aktuális mesefilmek szereplői adtak inspirációt. Én azért öltöztem Harley Quinnnek, mert nekem nagyon bejön ez a ruha is, meg Harley Quinn is nagyon tetszik. Azért, mert nagyon rémisztő, meg szeretem a Wednesday-t. Nem csak a királylány maskara volt közkedvelt, hanem a vámpír is, mert jól lehetett vele ijesztgetni. Megvettünk egy ilyen szoknyát, láttam ilyen vámpíros mesét is, meg nem tudom, így jött ez az ötlet, és nem tudom, szerettem volna vámpír lenni.
A kisiskolások hagyományosnak számító mulatságát idén először tartották a Tolnai Lovardában, mert a korábbi helyszínen már nem fértek el. Önök a Tolnatáj Televízió Telena című magazinját látták. Tartsanak velünk legközelebb is! Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!